kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatták az ostorcsattogtatást, a népi játékokat, valamint lépéseket ugyancsak tanulhattak a Marostánc Együttes tagjaitól, a régi időket idéző skanzenben. Itt a népi építészet környezetében, az épületek környezetében ez egy nagyon hiteles helyszín tulajdonképpen, és hát úgy látom, hogy egyre többen igénylik ezt a rendezvényt, ezt a programot, nagyon-nagyon sokan eljöttek. Szeretnénk mindig valami újdonsággal kibővíteni ezeket a programjainkat. Idén kézműves vásárt is tartunk. Voltak olyanok, akik gyöngyöt fűztek, még mások mézes kalácsnyuszikat dekoráltak, sőt a szervezők több száz tojással készültek, melyeket íróka segítségével is kidíszíthettek a gyerkőcök. Van egy ilyen kisebb fa darab, és akkor van rajta ilyen kis dalcsér, és abba kell bele rakni a méviaszt, és 10-15 másodpercig kell ott tartani, még megolvad, és aztán lehet festeni a tojásra. Én is festettem már tojást is, mindenfélét lehet így csinálni, hallgattuk a zenekart, lehet játékokat, gólyalábozni, táncolni is lehetett, nagyon élvezem. A locsolóversmondó versenyre szép számban sorakoztak fel az ifjak, köztük Baranyi Ádám is. Tapsi fülyes nyuszikának nagyon sokat dolga, piós tojást, hímes tojást, szelte széjjel holdja, holdjat kis nyuszikám, kéket is, tajkát is, locsolyászét kosajamba, belefél még száz is. A rendezvény keretében az Egyszer volt Budán kutyavásár című népmese is megelevenedett a Mezőberényi Kacagó Báb Színház előadásában. A háttereinket egy festőművész barátunk készíti, a bábokat szivacsból, tömbszivacsból mi faragjuk ollóval a férjem, a ruhákat mi varjuk, igazából minden apró kelléket és a hanganyagokat is a gyerekeink, barátaink, saját hangok, készítjük. A húsvétoló egyik legvártabb pillanata pedig az volt, amikor a fiatalok elindulhattak felkutatni az elrejtett édességeket és horgolt ajándékokat. Több nyugdíjas klub jóvoltából pedig kalácsot és palacsintát is falatozhattak a résztvevők, valamint a Hinkó tanyának köszönhetően idén is volt állatsimogató.